Üdvözlöm itt a stúdióba. Kunos úr, mivel foglalkozik tulajdonképpen a Mazsi Hisz? Hát inkább úgy is lehetne ezt kérdezni, hogy mivel nem foglalkozik. Az élet minden területét átfogó tevékenységet fejt ki. Ez annyit jelent, hogy ha nem is a születéstől, de a bölcsödétől kezdve, egészen a temetőig, de hogy ennél többet is mondjak, van a Mazsi Hisznek, illetve a BZH-nak a bölcsödön kívül óvodája, van általános iskolája és gimnáziuma, és van egyeteme, ez az oktatási része. Van kórháza, ez a Zsidó Szeretett Kórház, van egy szociális otthon és egy fogyatékosok otthona, van népkonyhája, vannak öregek klubjai, és akkor ezt elcsakít még mindig a budapesti, hát a körzetekről nem beszélve, ugye a zsinagógai körzetekről, ezek száma 12, és van a vidék, ahol még azért a Mazsi Hisz jelen van, annak ellenére, hogy közismerten megfogyatkozott 44-ben a zsidóság létszám a vidéken, de több taghitközségünk van, és olyan nagy taghitközségek még, életképes nagy hitközségek, mint Debrecen, Pécs, Szeged, Miskolc mellett, azért olyan helyeken is, ahol nem is gondolná senki, de Sopron, Mosonmagyaróvár, Kecskemét, stb. Mindenütt ott vagyunk, és hát ha azt mondjuk, hogy ha nekik, ezeknek a vidéki taghitközségeknek nincs más dolguk, mint őrizik az emlékét az elhurcolt zsidóságnak, azoknak, akik ott mit alkottak a századforduló közvetlenül már az előző századforduló előtt is azt követően, akkor már nagyon-nagyon fontos missziót töltenek be, és természetesen az ő gondjuk a temetők gondozása, ápolása. De gondolom, igazgató úr, hogy ezek a vidéki hitközségek is ennél sokkal jobbat, sokkal többet és jóval aktívabbak, mint hogy csak az emlékeket őrizzék. Az önök szervezetéről sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy nem demokratikus. Ott minden esemény egy jó kis sajtóbotránnyal kezdődik. Nem véletlen, hogyha önök összegyűlnek, akkor a Sip utcában megjelennek a kamerák, rádióriporterek, tévériporterek, jó meglátás, igen. Újságírók. Nem is olyan nagyon régen gazdasági évzárásról volt szó. Mi is történt ott tulajdonképpen? Hát azt a vérfolyt azt nem mondja el, de minden, ami azon kívül történt. Igen. Alakult egy számvizsgáló bizottság. Az van minden szervezetben, nem? Minden szervezetben. Itt is. Hát, hogy nem volt idejük dolgozni, vagy nem akartak, vagy nem voltak rá képesek, azt nem tudom, de azért ott a közgyűlésen véleményt formáltak arról, amiről ha nem illett volna, vagy legalábbis azt megelőzően tájékozódni, vagy egyszer legalább leülni az ügyvezető igazgatóval, vagy a pénzügyi apparátus vezetőjével, de azért elmondták azokat a tanácsokat, és hát azokat a kifogásokat, amelyek részben nem léteztek, részben azok a tanácsok már rég megvalósultak. Ez kemény kritika, de ha jól értem, akkor ön keményen válaszolt is a helyszínen. Most így utólag azt mondom, hogy talán túl keményen, nem voltam elég politikus, belátom, mert ezt azért kikértem magamnak, hogy... Ez abból adódik, hogy ön valamikor egy bank vezérigazgatója volt, és úgy tűnik, hogy a génjeiben még mindig határozottan, sok gondolkodás nélkül a lényegre térően válaszol? Ha a mostani interjúból ez derül ki, majd akkor azt megköszönöm, de nem csak a banki 5 éves pályafutásom, hanem azt megelőzően a pénzügyi vezetésbe betöltött szerepem, voltam pénzügyminisztériumi államtitkár, de azt megelőzően... De akkor politikus volt, tehát az akkor... Az nem politika volt. Ott volt politikus miniszter, és volt államtitkár, aki az apparátus vezetésébe kellett, hogy meghatározó szerepet játsszak, és azon kívül is volt előtte jó néhány ilyen állami funkcióm, kis csapatok vagy nagyobb csapatok irányításával voltam megbízva. Talán a nagy különbség, emlékezem, hogy akkor fölvették önt, most viszont megválasztották erre a posztra. Ez igaz,
de néha érdemek alapján is vettek fel azért abban az időben embereket. Ezt tehát senki nem firtatja. Nem, de azért ezt jó mondani, mert ezt utólag azért sokan kétségbe vonják. Na most tulajdonképpen mi történt? A számvizsgáló bizottság elmondta, amit el akart, ön helyére tette őket, ettől másnap nem kelt föl a nap a SIP utcába? Hogyne, szép napra virattunk, de nem örültünk neki, és szerintem legkevésbé az érintettek nem örültek neki, mert mi ezt majd előterjesztjük legközelebb is, úgy, ahogy van, egy sor se fogunk változtatni rajta, egy számot nem fogunk arrébb tenni, és majd a számvizsgáló bizottság, ha saját maga vagy egy általa fölkért, mondjuk azt, hogy ahogy ők szokták mondani, hogy független szakértés megállapítja azt, hogy nálunk minden rendben van, akkor ezt el fogják fogadni, és onnantól kezdve mindaz, ami ma probléma a számukra, hogy a rossz hírét költötték ezzel a BZH-nak, hogy nem pályázhatnak, mert nincs lezárt, mint BZH, nincs lezárt 2015-ös éve, csak 2014-es adatokkal. Tehát akkor ez egy öngól tulajdonképpen. Hát ez az volt. De hála Istennek mégiscsak van egy ernyőszervezet, a Mazsihisz. Ezt akar mondani, hogy a Mazsihisz viszont rá néhány órával elfogadta, és ez a lényeg, elfogadta a szintén általam előterjesztett. Sportosan fejezzük ki magunkat, hisz ma ez a divat, könnyen berúgta a gólt. Az könnyen ment, ott nem is volt gyakorlatilag ellenvélemény. Itt is inkább az volt, hogy a pozitív szavazatok már a BZH-nál hiányoztak, tehát nem annyira ellenvélemény, mert ahhoz el kellett volna olvasni mindenkinek és részleteibe elmélyedni egy elég bonyolult összefüggés rendszerből álló költségvetési zárszámadásba. De legalább a szöveget lehetett volna ízlelgetni jobban. Nem volt érdemi hozzászólás a tagság részéről, nem volt. Tudja ön, hogy az idő a legdrágább dolog, tehát akkor használjuk ezt ki kellőképpen, legyünk egy kicsit pozitívak. Mások nyaralni mennek, ön viszont nyakig van a munkába, hisz, hogyha jók az információink, akkor hamarosan nekilátnak a Rumbach utcai zsinagóga újjávarázsolásának. Mit kéne, hogy erről tudjunk, és honnét van mindenre pénz ennek a szervezetnek? Igen, hát ezt mi már elkezdtük. Tehát ennek előzményei vannak, nem akarok visszanyúlni több évre, amikor már azt egyszer... Azt mondja, egy történelmi műsorban. Az a történelmi, igen, az egy másik műsor lesz. Hogy melyek a 20. század című és más tévében jelentkező műsorban. Ez a Rumbach zsinagóga helyreállítás ma összekapcsolódik a mi fejünkbe az Együttélés háza egyelőre munka című projekttel, amiben a keresztény zsidó együttélésnek tárgyi dokumentumai és mindenféle ilyen egyéb és egy múzeum jelleggel működtethető intézménybe bemutatnánk azokat, ami ezt alátámasztja, ennek a pozitívumait, és hát természetesen ennek a negatívumait is. Ennek a Rumbach zsinagógának lenne a fő funkciója, de mi bízunk abban is, hogyha létrehozzuk, újjávarázsoljuk, ahogy mondta egy szerkesztő úr, a zsinagóga teret, akkor újra létrejön az a közösség, amelyik itt egy erős státuszkó közösség volt még valamikor, és ha ez nem is, de ott mindenféle ilyen zsidó ünnepi megemlékezések a Brisztől a egészen... Tehát szakrálisan is szakrális tér, ezt a szakrális teret igyekszünk az eredeti állapotának megfelelően rendbe hozni. A forrás egyértelműen állami pénz lenne. Már erre az évre kaptunk körülbelül 500 milliót, egyelőre az elköltésével van gondunk, ilyet ritkán lehet hallani, mert ugye mi csak úgy költünk, ahogy a közbeszerzési és mindenféle egyéb előírás. Hát azt akarja mondani, hogy jó gazda módjára használják föl az adófizetők forintjait. Ameddig a tervező munka nem jut el abba a stádiumba, hogy akkor már tudunk majd
kivitelezőt pályáztatni, és nem pótmunkáknak a sokasága miatt kell majd többletköltségekkel számolni, addig mi ezen inkább tovább dolgozunk, és kaptunk egy kis határidő módosítást ennek az első 450 és 50, tehát összesen 500 milliónak az elköltésére. Mi arra számítunk, hogy a kormány a következő esztendőre egy nagyobb összeget szán a zsinagóga és az, mondjuk azt, hogy együttélésháza projekt kivitelezésére, amikor mi eljutunk oda, hogy megpályáztathatjuk az építészeti részt, és külön egészen azokat az elemeket, amelyek től ez a ház olyan lesz, amilyen nincsen ebbe a... Természetesen érdemes megjegyezni, hogy ez a projekt tulajdonképpen nem csak a zsidó közösséget szolgálja, hanem a fővárost, az ország imidzsét, a sok tízezer turistát, akik ide jönnek. Erre számítunk. Erre számunk, ez egyben egy turista program, turista látványosság is lesz, és nem csak a múzeum, hanem maga az ingatlan Otto Wagner nevezetű fantasztikus nagy építész alkotása, és ez önmagában is, ha csak bemegy valaki és megnézi ezt helyreállítva, akkor olyat lát, amit nagyon kevés helyen a világon. Ha jól értem, akkor az önök kapcsolatai az épített örökségek területén a kormánnyal szinte kiválónak nevezhetőek, hisz nagyon nagy mértékben támogatják önöket. Az előbb ugyan azt mondtuk, hogy ön nem politikus, de hát azért a Mazsihisz és a mindenkori kormány között a kapcsolatok nagyon fontosak. Hát akkor hogy állunk, igazgató úr? A kormánnyal? Igen. A Mazsihisz politikamentes szervezet nem lehet más. Azt akarja nekem mondani, hogy ahol két zsidó van, ott három vélemény van. A Mazsihisz, ami nagyon sok zsidót egyesít, ott nincs mindenkinek önálló véleménye? De. Vagy éppen ezért politikamentesek? Van olyan, hogy hivatalos vélemény, amikor a Mazsihisz elnöke, a Mazsihisz vezetése nyilvánul meg, vagy valaki, akit éppen a vezetőség erre a célra. Ha jól értem, akkor a héten pontosan szerdán sor is került egy ilyen megnyilvánulásra, a zsidó kerekasztalra, amit a miniszterelnök felkérés alapján a miniszterelnök hivatalt vezető Lázár János miniszter úr hívott össze, ő foglalkozik ezzel. Az eredményekről még nem kérdezem, akkor ugorjunk vissza, vidéki hitközségek, kultúra. Vidéki hitközségekkel nem csak az a baj, hogy nagyon sokan otthagyták a vidéket, hanem messze is vannak a fővárostól. Hogy tudják a beruházásokat ellenőrizni? Hol tart például Miskolc, Szeged vagy Debrecen felújítása? Igen, azt köszönöm a kérdést, mert anélkül is elmondtam volna, hogy nem csak Pesten ez a Rumbak zsinagóga, hanem Miskolcon a zsinagóga felújítása folyik, ott addig a szintig az eddigi szerződés alapján, állami támogatási szerződés alapján, hogy ott az életveszély elhárítás megvalósuljon, de mi ebbe a projektbe, ami ott elkezdődött, igyekszünk még olyan hiányzó a mai kor elvárásait kielégítő, mondjuk mellékhelyiségek vagy ilyesmiket is létrehozni. Ez olyan stádiumban van, hogy gyakorlatilag amit itt mi gondoltunk, az terv szerint időben pontosan az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve haladni fog, az egy 450 milliós állami támogatással megvalósult projekt. A szegedi gyönyörű zsinagógáról is el kell mondani, hogy kormánytámogatása még hozzá, nagyon-nagyon jelentős kormánytámogatással épül-szépül. Első szakaszában kaptunk 50 milliót a legsürgősebb helyreállítási beázások, stb. Megszüntetésére, és a második szakasz van folyamatban, ahol 950 millió forint áll rendelkezésünkre állami pénzből, és ezt arra költhetjük, hogy a zsinagóga kívülről olyan legyen, mint fénykorába, és még a kertje is emlékeztesen, édeni kertje arra, amilyen volt. Mi újság a civis fővárosban, Debrecenben?
Hát ott a beruházások megvalósultak két, három... De ha jól tudom, még a zarándok turizmus területén van ott mit fejleszteni. Van ilyen elképzelés a debreceni elnök úr részéről, hogy ez most beillik-e abba a programba, amit a kormány napokban hirdetett meg, ez a vallási turizmus fejlesztésére irányuló program. Erre összesen állami szinten 7,5 milliárd forint áll rendelkezésre, természetesen az igények sokszorosa az, amivel már a katolikus és más egyházak készen állnak a pályázatra. Mi is ezen dolgozunk, hogy azokat a zsidó zarándok helyeket hozzuk rendbe, ahova jársz egykor, ahogy mondani szokták. Néha 5-8 ezer ember érkezik meg külföldről, tömegek. És mert hogy nem csak az egyszerű embereknek, hanem a csodarabbiknak ezek is van jártszerke. Ezek a csodarabbiknak a sírja. Csoda, hogy rabbik, illetve csodát művelt rabbik. Ezek a csodát művelt rabbik, akiket csodarabbinak tartanak, és jönnek Amerikából, Kanadából, Izraelből tömegesen. Tehát tulajdonképpen a magyar turizmust fel is rendítik, hisz itt esznek, isznak, alszanak, ajándékot vásárolnak. Igen, amiben biztosak vagyunk, hogy Miskolc lehet egy olyan állomás, ahol megállnak mert ugye itt a sok-sok busz érkezik egyszerre, és hát a megfelelő feltételeket kell teremteni ahhoz, hogy ott eltöltsenek néhány órát. Abba nem hiszünk, hogy ott a temetőnek a látogatottsága ettől nőni fog, de innen mennek tovább az elképzelések szerint. Bodrog keresztúron van csodarabbi, Nagykálón van, Sátoralja új tehát a történelmi van, Magyarország szinte minden részén. Hát tulajdonképpen most nincs a programban, de Csengerre járnak, Makón is vannak. Hát ez nagyon érdekes, ugye az ortodox A makói temetőnél például végre sikerül megoldani a parkolást és rendezni a... Többről van szó, oda kell jutni. Egy út van, ami tulajdonképpen használhatóvá kell tenni, vagyis inkább úgy mondom, hogy megépíteni a temetőig, mert ortodox zsidó úr, akinek a nagyapja volt ottan rabbi, lehet, hogy csodarabbi, ő ezt mondja, a zsinagógát, hogy nagyjából rendosztott, de a temető attól elég távol van. És rég készül a város arra, hogy a odáig vezető utat, akkor ima a lehetőség, hogy Makó városának is a turizmusa nőjön. Igazgató úr, időnk vége felé járunk. Kár, mert mik a tervei a sok-sok támogatást? Fel kell használni, de működtetni kell a hitközséget. A hitközségnek nem csak gazdag emberei vannak, hanem rászorulói is. Túlélők is vannak, akiket támogatni kell, segíteni kell, arról nem is beszélve, hogy az egyház, az egészség és az oktatás szerepén minden magyarországi egyház egyre többet vállal magára. Erről a dióhéjban tudna mondani valamit. Ez a gond nagyon nagy gond. Most nem annyira a holokauszt túlélőkről van már szó, részben sajnos számuk fogyatkozik, és ő nekik a Claims Conference, tehát egy ilyen nemzetközi szervezet havi rendszeres jövedelmet juttat, viszont az utódaik körében nagyon rossz helyzet van, mondjuk az, hogy elég széles körbe. Ezzel nekünk most nagyon-nagyon kell tudni foglalkozni, és itt a gondunk, amit hadd mondjak el most, az a rendelkezésre álló forrásoknak a hiánya, mert miközben államilag támogatják a nagy beruházásokat, nekünk az az összeg, ami örök járadék rendelkezésre áll, az erre már nem nyújt fedezetet. Volt 5 évvel ezelőtt egy olyan szerencsétlen intézkedés, amikor ránk kényszerítették azt, hogy mai áron olyan éves szinten 200 millióval megrövidítették a büdzsénket, és ha lehet ilyet mondani, pont ez hiányzik arra a célra, és pont arra a célra, hogy a szociális
feladatainknak mondjuk azt, gondolom, ez a sajnálatos döntés az ön szemszögéből sajnálatos döntés, viszont a kormány biztos arra gondolt, hogy virágozzék minden virág, minden zsidó gyülekezet és felekezet jól tudja érezni magát, és küldetésének. De vannak intézményei, olyan intézményei, amelyeknek működtetése pénzbe kerül. Igazgató úr, ezt is egy másik műsorban fogjuk megbeszélni. Még mielőtt elbúcsúznánk, azt mondják, hogy beszélt óvodákról, bölcsödékről, óvodáról, általános iskoláról, gimnáziumról, egyetemről. És mi van utána? Sikerül ezeknek az embereknek a diplomák megszerzése után elhelyezkedni? Hát ha most a Orzséról, tehát a rabbi képző zsidó egyetemről beszélünk, akkor nekünk rabbi hiányunk van. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha... Kedves nézőim, ez az a pillanat, amikor önökhöz kell szólni. Hallják, a Mazsi Hisz és a BZH ügyvezető igazgatója arról panaszkodik, hogy rabbi hiány van. Ha van önök között rabbi, aki ráér, aki szabad, akkor tessék jelentkezni, Síp utca 12, ez volt a hirdetés helye, rabbi kerestetik. Igen, tessék folytatni. Az a baj, hogy a rabbi az nem rabbinak születik, hanem tanul, sokáig tanul, és hogyha most ez a hirdetés azoknak szól, akik egészen fiatalon a Sejber iskolánkba erről értesülnek, hogy rabbi hiány van, tehát ma egy perspektíva az. De akkor elmennek 7 évet tanulni, míg rabbik lesznek. Hát még először fejezzék be a gimnáziumot, és utána menjenek 7 évet tanulni, és mi biztos állást tudunk nekik kínálni. Úgyhogy ha van Magyarországon olyan egyetem, ahol a végzettek számára garantált a elhelyezkedési lehetőség, akkor a rabbik és rabbi helyettesek esetében ez így van. A szociális munkás szakon pedig az a jellemző, hogy annyira szükség van rájuk, hogy nekünk már saját területünkről néha nem jut, hanem ők máshogy helyezkednek el, de ez a diploma, amit ott kapnak, ez egy nagyon értékes, és minden területen szívesen fogadják őket. Kedves nézőim, az elmúlt percekben műsorunk vendége volt dr. Kunos Péter, a magyarországi, a Mazsi Hisz és a BZH ügyvezető igazgatója, a Magyarországi Zsidóság fellegvára, egyesek szerint a Síp utca 12-ben található. Igen, onnét gondoskodnak arról, hogy a születés legyen, aki amikor Ábrahám szövetségébe fölveszik az újszülettet, valaki a körülmetélést elvégezze, a szövetségbe így jutunk be, aztán el kell kerülni egy bölcsödébe, egy óvodába, egy általános iskolába, egy gimnáziumba, közben persze természetesen a rabbikra szükség van, hisz a lányok bátmicvák lesznek, a fiúk bármicvát ünneplik, és a mindennapi életben, a kóserellátásban is nagy szükség van rájuk. Tehát őt hallották, műsorunkat újra nézhetik, újra hallgathatják. Kérem önöket, hogy legközelebb is válasszanak minket. Kunos úr, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és legközelebb folytatjuk. A viszontlátásra, Shabbat Shalom. Én is köszönöm. Shabbat Shalom.